32 éve rendezik meg a tavaszi emlékhadjáratot, mely hazánk egyik kiemelkedő történelmi hagyományőrző rendezvénye. 2020-ban a Covid pandémiája miatt elmaradt, idén viszont a főszervezője Fülöp Tibor Zoltán nem hagyta, hogy tovább kopjon a kohézió, így ha két hónap csúszással is, de bejárják az 1849-es dicsőséges hadjárat útvonalát. És ez a hadjárat is furcsa, ugye mert két hónapot késett, de hát úgy gondoltuk, hogy ha az olimpia késett, akkor a hadjárat is késett, és pont azért ragaszkodunk ahhoz, hogy megrendezzük, mert két év kiesés még több kopást eredményezhet egy közösségben. Kevesebben is vagyunk, tehát felelovas van, mint szokott lenni. Azt hiszem, ez ilyenkor természetes, de ugyanakkor nagy tervekkel vagyunk, és úgy látom, hogy újra beindulni látszik a motor, hála a jó Istennek. Jeszberényben a Városháza előtt masíroztak el a katonai hagyományőrzők egészen a 48-as emlékműig, ahol tiszteletadás után tovább haladtak a felvonulók az öregerdei táborba. Fülöp Tibor szerint a következő kohézió visszaépítő hónapokban arra fognak törekedni, hogy a csoportok helyi identitásuk megerősítése mellett az év egyik fontos küldetésének tartsák az emlékhadjárat végiglovaglását.